Jobb lenne, ha pihennél. Nem vagyok beteg. Csak néhány hetes volt a lyuk valamekkora. Tényleg. Rendben van, akkor visszamegyek a nyírásra. Jobb is, ha ma nem zavar senki, legalább pihenhetsz egy kicsit. Hogyne. Gyerünk gyorsabban! Gyerünk, sé! Jobb, ha igyekszünk, ma kevesebben vagyunk. Sandra nem tarthat velünk. Értem. Jobb, ha tudjátok, hogy elvesztette a babát. És nagyon maga alatt van? Egész jól viseli. Állítólag ez előfordul ilyen korai időszakban. Elvigyek valakit? Ezek a maga birkái, nem ártana, ha időben jönne. Mi jutott belé? Szia. Szia. Hallottam, mi történt. Nagyon sajnálom. Megkértem Harryt, hogy még ne hirdesse ki. Így még kellemetlenebb az egész. De tudod, jobb most, mint később. Szomorú lehetsz. Azért túlélem. Ha szükséged van valamire, vagy beszélgetni... Neked a nyíráson a helyed. Igen, ott. Nem tartalak fel. Hé, Jody, igyekez, rengeteg munkánk van. Jody, nevedd magadra. Milyennek osztályozta ezt a gyapjút? Az a 3AM. Ez meg mi az ördög? Fekete műszál. Maga minőségi gyapjúnak sorolta be? Igen. Talán vak? Nem. Akkor nincs sütni valója. Tudnia kéne, hogy még minimális mennyiségű idegen anyag is lehúzza a bál minősítését. Tudom. Akkor miért nem tüntette fel? Erre... nincs mentségem, sajnálom. Takarodjon előlem. Gyerünk! Várjon egy kicsit, Harry! Az egész bála beszennyeződött, minden bolond láthatja. Hogy történt ez, két? Mert egy inkompetens amatőr így történhetett. Hadd már békén, apa, még kezdjük. Nem érdekel, az én pénzemet pocsékolja, többi meg ne lássam. Gyerünk, kifele. Két! A fenébe. Csak rossz kedve van, két, majd elmúlik. Stevie és Tess hülyének tartanak. Nem, de hogy ez az első munkád, bárki tévedhet, én folyton hibázom. Például? Hát, egy csomó dolgot eltolok a gazdaságban. Ó, elégettem egy tűzoltókocsit. Komolyan? Végül is az Alex hibája volt. Csak hogy nekem nem szokásom hibázni. Valaki műszálas fekete rafiával rögzítette a pajtakaput. És Sandra Ryan azt mondta, felejtsem el. Ezt miért mondhatta? Kit érdekel? Az a lényeg, hogy hülyeséget csináltam. Hey, mindenkivel sikerült beleíratni? Igen, nagyjából. Kivéve ezt. Ha nem ismerném, azt hinném, hogy nem akarja. Meg tudom érteni. Hogy mondhatsz ilyet? Sziasztok! Csak szeretnék utána nézni valaminek. Hé, hey, két!
Szedd össze magad, Manfredi. Vannak más állások. Te vagy a saját sorsod kovácsa. Nem, ez nem igaz. Egy idióta vagy. Hogy haladtok a nyírással? Egész jól, de el kellett küldenem az új lányt. Valaki fekete rafiát hagyott szét. Az ostoba lány nem szúrta ki a gyapjúban. Mert még nincs elég tapasztalata. De ne az én gyapjúmmal gyakoroljon. Akkor most kirúgják? Nem érdekel, csak az a lényeg, hogy tartsa magát távol a pajtámtól. De felejtsük el, hogy vagy? Meg vagyok. Igen? Helyes. Jól van, Csekkő, látni akartam, hogy vagy. Visszamegyek, nehogy mást is eltoljanak. Épp át akartam főzni. Maradj csak. Nem innen legyen? Ne, köszönöm, nem kérek. Rendben. Jobban nézel ki. Újra ragyogsz. Talán jobb is, ha elfelejtjük. Két, nem mehetsz el. Tess nem rúgott ki, és szeretnék neked mutatni valamit. Mondd el, hogy mit szeretsz a melóban. Elég jól fizetnek. De azon ki. Közel lakom. A bizonyíték bíró úr, hogy ügyfelem ártatlan. Mondj valami szépet. Ez nem számít. Akkor sem bízhatnak bennem. Nem tudom elvégezni a munkámat. Szóval ezek azok az elvek, amikről beszéltél? Pontosan. Képes vagy őket cserben hagyni? Majd találnak valaki más. És mi lesz, ha mégsem? Sajnálom, nem maradhatok. Nem hittem volna, hogy ilyen könnyen feladod. Nem szoktam. Akkor fejezd be az önsajnálatod, és csinálj valamit. Jól van. Ezzel próbál tisztára mosakodni. Tudom, hogy Sandra nem szokott ilyesmiket csinálni. Igazából nem csinál ilyet. De bárki is követte el, ez akkor is csak egy tévedés volt. Nézze, tudta, hogy beszennyeződött a bála, miért nem szólt? Nem végezte el a munkáját, és nincs szükség rá a pajtában. Végeztünk. Ne is törődj vele, Két. Csak egy makacs vén. Két! Mr. Ryan? Azt mondtam, maradjon távol a pajtámtól. Tévedtem. Láttam a fekete rafiát, és hibát követtem el. Jelentenem kellett volna, de nem tettem. Erre nincs mentségem. Valóban nincs. De tanultam a hibámból, és esküszöm, többé nem követtem el. Még osztályoznom kell a gyapjúmat. Segíts neki! Hé, hey, Két! Ügyes voltál. Gyerünk már! Akkor ezt bepakolhatom a kocsiba? Miért rohansz ennyire? Még mindig rengeteg dolgom van. Persze, például az időhúzás, siess már. Ha előbb bepakolsz, előbb indulhatunk. Úgy beszélsz, mintha alig várnád. Viszont ez jó dolog. Meg akarsz szabadulni tőlem? Ülj le. Tényleg le akarlak rázni. Csak azért, mert minden egyes percben emlékeztetsz, hogy mennyire fogsz hiányozni. Ó, Terry. Nézd, tudom, hogy ki akarod próbálni magad. Tehát, nélküled szörnyen magányos leszek. Visszajövök. Ajánlom is. Szeretet, ha lecsutakolnak, igaz? Figyelj, vacsora előtt nincs oki. Nem ügethetsz Charlottal a hátadon. Ne
cukkold az alpakákat, és maradj távol anya veteményesétől, jó? Mi van? Téged is lecsutakoljalak? Igen, jó fiú vagy. Nagyon fogtok hiányozni. Már csak elvihetnélek titeket. De sajnos a lakásunkhoz nem jár parkolóhely.